A Fejér megyei hírlap és a feo.hu minden évben nagy figyelmet fordít arra, hogy közönségszavazás formájában beszámoljon a térségünkben élő és kiemelkedő teljesítményt nyújtó emberekről. A 2023-as jelöltekre ezúttal is a feo.hu oldalon keresztül lehetett leadni a szavazatokat, a kategóriák győzteseit pedig a Beat étteremben megrendezett díjátadó jutalmazták meg a szervezők. Elsőként a 2023-as év női sportolója díjat adták át Barzsó Henrietta a Skander versenyzőnek, majd az év férfi sportolója díj következett, amit Horváth Dominik a Hidrófehérvár AV19 kapusa kapott. A legjobb női sportcsapat az Albafehérvár KC lett, az év férfi sportcsapatának pedig hatalmas fölénnyel a Hidrófehérvár AV19-et választották. Köszönjük szépen ezt a megtisztelő díjat, jó érzéssel tölt el, azt hiszem, mindenkit. Most nekünk itt nagy üzemben van ezzel párhuzamosan a válogatott is, úgyhogy igazándiból csak most eszméltük rá, vagy most jöttünk rá, hogy nekünk jár ez a díj, de azt hiszem a srácok sokat dolgoztak ezért, azt hiszem az egész azonban, hogy kiérdemeljék ezt a díjat, és azt hiszem egy jó visszacsatolás nekik, hogy azért az emberek követik és elismerik azt, hogyha keményen dolgoznak. Végül a 2023-as évembere díj következett, amelyet a szavazók Pavelce Lászlónak a 28 évvel ezelőtt Fejérvár megyében alapított, és Székesfehérváron bejegyzett Baptista Szeretetszolgálat veszélyhelyzetkezelési igazgatójának, a Huba Rescue 24 mentőcsapat parancsnokának, a város díszpolgárának ítéltek oda. Nagyon megtisztelőnek tartom, bár én azt gondolom, hogy mind a 10 felterjesztett közül bárki megkaphatta volna ezt. Azt is tudom, hogy törökországi mentés ebben nagy hatással benne van ebbe a szavazásba. Én azt gondolom, hogy az élet nem áll, mert menni kell tovább, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy elismerés. Nagyon hálás vagyok az egész megyének tulajdonképpen, hiszen itt a megyei lakosok is nagy szavazást rendeztek, és ennek eredményeként lettem én az évembere. Pavelce László hozzátette, a díj nem változtatja meg az életét, de mindenképpen egy visszacsatolás, hogy jó úton jár, így tenni szeretné tovább a munkáját.